Milyen lehet az orosz vonatozási élmény? Milyen élmény lehet orosz Nyaroszország, igazi Oroszország belsejében vonatra ülni Snyahudlenkával? Hát már volt erről egy videóm. Sziasztok srácok, üdvözöllek titeket újra itt. Az orosz vonat szimulátor ilyen vezető játékot vettem meg Steamen. Ha nem láttad az első részét, akkor csekkold mindenféleképpen le. Ugyanis megérkeztünk a folytatással, a második részével. Sőt, update-je van a játéknak. Hát look at this. A játék update-elődik, a Russian Train Trip nevezetű játék update-elődik, úgyhogy ebben a videóban a teljes élményt szeretném nektek bemutatni, minél kevesebb vágással, hogy milyen is, amikor Oroszországba vonattal utazol. Az első részben az volt, csak úgy nagyon gyorsan, hogy én is felelevelítsem a dolgokat a fejembe, hogy elindultunk a vonattal, de nem tartottunk sehová. Sose lett vége a vonatútnak. Úgyhogy reméljük, most sikerrel haladunk, és arra emlékszem, hogy egy hölgy elég érdekes pozícióban feküdt a vonatülésen. Úgy csak Kinga meg ne lássa. Itt is vagyunk az orosz vonatúton. Megint nagyon hangos a zene. Ja, ez volt az a játék, ahol hiába veszem le nullára. Menü music az még mindent ugyanúgy marad. Tényleg? Ja, úgy látszik, ezt az update-tel ezt nem tudták megoldani. De menjünk, folytassuk is az utunkat azon a vonaton, ami egy soha véget nem érő utazás volt. Lehet azért, mert rossz vonatra szálltunk. Ettől nagyon félek, mert akkor megyünk itt. Júj, de ijesztő, te Jézus Máriám. Állok a széken. És oké. Szerbusz. Svetlana! Svetlana, kérdem én, jó helyre megyünk? Mert ugye ott van baloldalt a küldetés. Nagyon ijesztően néz Svetlana a szemembe. Szóval ez... Jó, meg tényleg ez volt az, ami végtelenségig folytatódott. Svetlana, mondd meg nekem, jó irányba megyünk? Mert ugye ott van baloldalt, hogy szálljak fel a vonatra, ami Mi? Vojnovka Stationre megy. Tehát én Vojnovka Stationre kell, hogy eljussak. Az is olyan érdekes, hogy én ennyire kisétálhatok, és hogy nem látok sehol semmilyen várost a távolban. Na most erre az útra pesszintek is egy tutti juice. És most az eredeti tutti frutti ízű tutti juice üdítő italt pesszintem. Mert félő, hogy ennek az útnak soha, ez az út soha véget nem ér. Van valamilyen zene? Mindegy. Ha nincs, akkor gyorsan írjatok egyet a kommentbe. Tudom, hogy sokan írtok itt nekem versek. Esküszöm, nem én voltam. Esküszöm, nem én bagóztam meg. Bizé, ittam itt. Na, keressük meg a hölgyet, aki elég érdekes pozícióban fekszik. Van egy, akik így beszélgetnek, emléke. Figyelj, ő izé, milyen tablete van. Hallod a beszélgetőket? Ők azok. És csak a fogam hozzak. És ő néz rám. Szevasz, úgy nézel ki, mint Svetlana. Itt van a hölgy, igaz, aki... Yes! Na, menjünk csak a vonat elejére. Azon gondolkoztam, hogy nem kéne... Itt van Karcsi is tényleg, hogy nem kéne itt valaminek történni, hogy esetleg meg tudom nyomni a féket, vagy elválasztani a vonatokat, vagy valami akciójátékká változik át a játék, vagy ez tényleg az... Na, de várjál. Ha ez real life szimulátor, akkor ha ez az út mondjuk 2 órát vesz igénybe, akkor a játékban is 2 órát fogok utazni? Hát akkor meg fogok őrülni, ott baloldalt mutatja nekem a őrültségi szintemet. Már azon megőrülnék, hogy ez a vonat ismétlődik. Tehát nincs, igazából ugyanazok az emberek ülnek rajta minden egyes kocsiosztályon, mindenhol. És valahol találkoztam az őrrel is, vagy a kalauz. Igen, nem, ez nem a... Ó, figyelj, ez kicsoda, a konduktor. Sia, hogyan segíthetek? Adj nekem egy takarót. Nincsenek. Oké. Akkor kérek egy teát. Nincsen víz a következő... Ez mi volt? Stop. Nem lehet. Lassulunk? Várjál, srácok! Valami történik. Lassulunk! Kértem egy teát és ez segített. Egy tutti juice teát, kértem egy tutti juice teát, de mi az, hogy nincsen víz? Hát te az akkor is kell legyen. Várj, lassulunk. Ki kell nézni, hol tudok kinézni? Lassulunk! Á, itt! Engedj ki. Megérkezünk! Ez az!
Nagyon féltem, hogy rossz vonatra szálltam, az csak jövök, az semmi nem lesz. Ez az, srácok. Megérkeztünk. A ez az, buy a train ticket to Orel Station. Most komolyan eljöttünk az egyik állomásra, hogy vegyünk ki egyet, hogy utazzunk a másik állomásra. Arra is kíváncsi lennék, ha én most itt kiszállok. Lesz olyan bajom? Semmi. Semmi az ég egyet a világon. Továbbá, hogy a többiek le fognak szállni a vonatról? Például a Svetlana? Meg Snyahodlenka? Vagy valami? Mik ezek az és visszadob. Jó, most vennem kell egy jegyet. Még visszaszállnék egy kicsit a vonatra, engedjetek már fel. Nem tudom. Ez az! Imádom, olyan parkőrös vagyok én, hallod. Na, szóval az emberek. Srácok, megérkezünk. 25 FPS-en van. Hölgyem! Álljon fel, megérkeztünk! Mi ez az akadás? Elkezdett esni a hó, már 24 FPS-en van. Leszállás! Mindenki! Senki, csak én. Na jó. Itt egy másik vonat. Vajon fel tudok rá szállni? De ez visszafele megy. Ugyanazok az emberek ülnek rajta? Várjál. Igen, ugyanazok az emberek ülnek rajta! Jaj, de jó, Istenem. Na. Hóvihar lett, hallod? Ott még nem volt hóvihar. Itt már hóvihar van. Nem is kicsi, hallod? Behavazott. Oszta, milyen pixeles ez a hó. Na ez komoly, vennék egy tutti juice. Vending machine. Száradt pizza. Istene. Van vodka. Van vodka, van kenyér. Van ilyen keskeny alma, van banana. És chicken a vojvinka orelba. 1500-ba kerül. Nem baj, nekünk oda kell menni. Jó, vettünk. És akkor még vegyünk egy vodkat. Kérek vodka. Yes, my friend. Van vodkám. Van chicketem Orelkába. Meg van vodkám. Hogy kell kilépni a vending machine-ből? Haló? E betűvel. Oké. Okay. És ez mi? Ez a kátsza. Ez kicsoda? Elvis Presley? Nálad is? Ja, nálad lehet venni chicket. Lehet Matyóska babát venni. Na bár, jó helyre vettem jegyet? Orel Stationre. Oda vettem a jegyet, igaz? Hogy kell mint az inventorit? Jó, Orelbe vettem. Ez engedélyezi, hogy utazzak Orelba. Oké. Okay. Ivan Petrovics! Az vagyok én. Nekem nevem Ivan! Ivan Pet... Megy a vonat. De várjál. Erre a vonatra kell felszállnom? Hova megy ez a vonat? Back to Oral Station. Most ez melyik station? Höp! Höp! Ne! Szyahodlenka! Ne hagyj itt! Most nem tudom, hogy... Jó, azt mondja, walk to Oral Station. Orel, bocsánat. Jó, és honnan tudom, hogy melyik station? Jó, ezek a régi retro reklámok. Régi retro reklámok. Szóval ez melyik station? És hol tudok átmenni? És ez hova megy? Vaj, meg tudom nyomni, kérek segítséget. Jó napot kívánok. Annyira rosszok, hogy ezek a gombok nem működnek. De merre sétáljak? Hát jön a hóvihar, hallod? Már rendesen izé van. Mindjárt sötét lesz, azt jön a cu. Elvisz a cu. Most melyik az Orel Station? Orel. Jó, lemegyek. Nem megyek, ez tilos a sinnen átsétálni, de Oroszországban vagyunk, itt lehet. Ez az Orel Station? Orel Station? Vagy melyik? Meg kell innom a vodkát. Vodka? Use! Ittam vodka! Segíts nekem vodka! Most ittam vodkát és? Minden oroszul van, Oroszországban vagyunk, szóval ez a Orel Station? Nem hiszem. Arra van az Orel Station? Kezdek félni. Hello! Merre van Orel? Oleg! Mondj nekem valamit! Itt van! How can I contact the city of Oriol? Én nem akarom. Mi? Buy a ticket! And wait on the path behind me. The train runs quite often. Oké. Okay. Akkor ez az Orel Station. Azt mondta, hogy mögöttem. Jó. Gyakran jön a vonat. Oké, okay. Ott is van egy Snyahodlenka, őt is megkérdezzük.
De mi az, hogy nincs átjáró a két station között is? Oda miért Oriel volt élva? Ilva. Most már kezdek egyre jobban angódni, hogy mi fog történni. Már itt ugyanaz az ember fog ülni? Mondta, hogy nem ugyanaz az ember fog ülni. De ez ugyanaz az ember. Ezt a játékot... Nem, ez már Murat! De Murat ugyanúgy néz ki, mint a másik. Hogy tudok eljutni? Igen, buy a ticket at the box office and wait the path behind me. Oké, akkor várok itt. Akkor gondolom ez az Oriel Station. Csak nem tudom, miért nem pipálódik ki. De nekem nem Oriel van, hanem Oriel. Na jó, induljunk el arra. Nézzük meg, mi van itt. Fedezzük fel az orosz erdőket, mert azok úgysem veszélyesek. Ugyanazok a fák letükrözve 600-szor. De ha rám támad valami medve, akkor eléneklem neki, hogy rá rá Rasputin, be se tudok menni. Öcsém facsiga, be se tudok menni. Pedig úgy megnézném ezt a várost, akkor ez a vár... Úgy érzem magam, mint a Colin McRae ralliba. Nem tudom, ki játszott a Colin McRae ralliba, de ott volt olyan, hogy csak egy fal volt. Láttam, hogy ott van valami, de az igazából semmi. Aj, tesáim. Na jó, akkor erre nem megy. Akkor végül is tényleg jó helyen vagyunk, csak nem pipálja ki a feladatot. Mint hogy a vonaton se engedte. De én próbálok itt felfedezni, mert gondolom, itt a játéknak ez egy lényeges része. De nem enged felfedezni, nem tudok megnyomni semmilyen gombot. Amúgy örültem, hogy vártátok ezt a játékot, többen kértétek, hogy legyen folytatás. És ezt muszáj fel... Aha, ide beenged? Na, nem. Ide se. Pedig úgy felmennék oda, mint tiszta Csernyobil. Pripyat. Jó, megyek vissza a stationre, mert akkor nekem ide kell jönni, mert ott leszálltam, akkor gondolom ez az Oriel Station. Oriel, mindig rosszul mondom. De vonat sehol. Ez a sétálok a sinen, a lábam benne van a hóba, ahol élek. Mi van? Már besötétedik. Már másodszorra sötétedik be, de legalább belát a hav. Pedig nincs is nyomom a hóba. Lehet, hogy szellem vagyok? Vagy mi a vérfarkasoknak nincsen nyoma? Le tudok ülni? Hogy semmi, az sem, akkor állni tudok, jó. Hát akkor várunk. Várunk, hogy jöjj, az ott valami a távolban? Nem. És erre? Nem. Jó, hát akkor srácok. Várunk. Iszok egy kis vodkát. Nem tudok berúgni tőle. Mennyi vodkát tudok meginni? Úgy történik valami a vodkával? Use. Srácok, szerintem ez nem is működik. Ha rámegyek, hogy do not use. Use. Semmi nem történik. Vegyek egy banánt. Jön egy. De várjál! Nem! Azt mondta, hogy behind me! Most felszalok, azt vissza fogok menni. Azt írta, hogy behind me. Ez az in front of you. Hopp, akadás, történik valami. Pedig ez lesz az, mert beakadt. Oleg, hogy jutok el Oriolba? Buy a ticket and wait on the path behind me. Hova megy? Nem vezeti senki. Oh my goodness, mi történik? Oké. Ott is jön. Azt kell nekem. Ugye? Hova megy ez a vonat és minden akad? Ez nem oda megy. Ez valami bohin. Nem tudok oroszul. És te hova mész? Oriel. Mondta, hogy Oriel van ráírva. Nem tudom. Erre open van írva. Hova mennek a vonatok? Úristen, amúgy ez nekem egy rémálmom lenne, hogyha elutaznék valahova. Open. Jó, tudod mit? Azt mondta, hogy ez az a vonat, ami kell, ami mögötte van. Ez nekem egy rémálmom volt mindig is, hogy nem tudom, hogy jó vonatra szállok-e. Iki. Oké. Hello. Oh. Na. Remélem ezen másféle emberek lesznek. Ugyanaz a vonat. Ugyanígy itt van Karcsi. Ugyanazok az emberek ülnek ezenek a vonatokon is. Na. Srácok. Ó, itt már van egy gyönyörű táska. Írjátok meg nekem, hogy jó vonaton vagyok én? Vagy sem? Mert akkor még a következő részben le tudok szállni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Hát megmondom őszintén, remélem tetszett nektek ez a jó vonat. Kérdője. Őrület volt az első mentésem.
Szóval remélem jó vonaton vagyok. Mondom még egyszer, segítsetek nekem. És remélem tetszett nektek ez a videó. Ha szeretnétek belőle mi hamarabb folytatást, akkor veressetek egy lájkot. Ha nem, akkor nyugodtan egy dislike-ot. Ez a jelezvén. Ti vagytok a legjobbak. Köszönöm, hogy itt voltatok ma is velem, és don't forget, az egyetlen igazi, eredeti, isteni, tutti juice, és tutti juice ti legyen veletek. Sziasztok!